A Malom utcai táncháznál gyülekeztek szombat délelőtt a táncosok, hogy énekelve vonuljanak a történelmi belvárosba. A találkozó első állomása a Hotel Magyar Király volt, ahol Cserpakovics András köszöntötte a táncosokat a város nevében. Ezt követően a 400 Fejér megyei néptáncos a Városház tére vonult, ahol elhangzott Csóri Sándor Virágvasárnap című verse. Valahol most egy tulipán szájú kicsi szamárka ordibál. A költeményt Farkas Eszter, a székesfehérvári versünnep nyertese tolmácsolta. A nap legkülönlegesebb attrakciója az a közös koreográfia volt, amelyet a Kárpát-medence 30 településén egyazon időpontban táncoltak el az együttesek. A Fejér megyei 22 együttes mindegyike készült erre az alkalomra. Közös anyagot megkapott mindenki, és hát heti plusz próbákkal ki hogy ért rá, úgyhogy igyekeztünk mi is elsajátítani az anyagot, és szerintem sikerült is. A nagyszabású rendezvény fehérvári házigazdája az Alba Régia Néptánc Együttes volt. Kárpát-medence szerte 30 településen ropták egy időben az együttesek, összesen mintegy 20 ezer közreműködővel. Ez a fantasztikus ünneplése annak, hogy 2017 óta a magyar állam, mint Csóri Sándor alap támogatja az amatőr népművészeti közönségeket, táncosokat, zenészeket, kézműveseket, és mi így próbáljuk megköszönni, illetve demonstrálni, hogy ez a támogatás 5 éven keresztül milyen jó helyre ment, hogy fejlődtek a táncegyüttesek, mind viseletben, mind tánctudásban, mind népművészeti közösség összetartásban. Közös fotó is készült az országalmánál, majd az együttesek a Malom utcába vonultak. Felemelő érzés volt nagyon. A közösségi lét, a közösségi élet ezáltal teljesedik ki szerintem az ilyen közös rendezvények által. Az énekszó visszafele még erősebb lett, de kellett is az energia, hiszen a délutáni bemutatkozó programok és az esti táncház kívánt még némi spirituszt.